Nagy vihart kavart, hogy az országos bírói tanács két bírája személyesen találkozott az új amerikai nagykövettel. Az OBT közleménye szerint ebben semmi rendkívüli sincs, azonban a kúria elnöke úgy látja, közfelháborodásra okot adó a két bíró viselkedése. Schiffer Andrást kérdezzük. Aki ugye politikus volt, tehát ismeri az egyik oldalát, előtte is jogász volt, és most is jogászként működik ügyvédként, tehát ismeri a másik oldalát, és jó estét kívánok. Jó estét kívánok. A politika és a jog gyakorlóinak találkozása az mennyire gyakorlat? Egyrészt a külföldi testületek munkatársaival, másrészt a magyar politikusokkal. Hát szerintem nyugodtan vehetjük egy kalap alá, hogy külföldi képviselet vezetői emberei vagy magyar parlamenti pártoknak a képviselőivel hogyan találkozhat egy bíró. Én azért itt ebben a stúdióban az elmúlt 12 évben elég sokszor szót emeltem azért, hogy megengedhetetlen egyfelől az, hogy pártok vagy éppen a kormánynak különböző képviselői, ha éppen egy bírói döntés nem az ízlésüknek megfelelő, vagy éppen így akarnak valamilyen ügy, mondjuk egy köztörvényes bűneset kapcsán politikai tőkére szert tenni, akkor hol instruálják, fenyegetik a bírákat, hol megvádolják őket mindenféle politikai elfogultsággal. Ez még a minap is volt, ugye, amikor Budaházi Györgyöt házi őrizetbe helyezték, és jött az, hogy nalám a Fidesz a náciknak akar kedvezni, és fordítva, amikor ugyanígy Budaházi Györgyöt elítélték, jött az, hogy na hát ez egy soros bíró, aki azért adott ki ekkora ítéletet, mert én ezt már 2010-ben is, és azt megelőzően is jogvédőként elég keményen visszautasítottam, illetve arra próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy ennek nagyon nem lesz jó vége. És az éremnek a másik oldala viszont az, hogy a bíráknak viszont pontosan azért, hogy amikor a polgár bemegy a tárgyalóterembe, a jogi képviselő, kétség ne férhessen ahhoz, hogy a bíró elfogulatlan, és lehetőleg nekem, aki holnap-holnap után bemegyek egy tárgyalóterembe, fogalmam ne legyen annak a bírónak a politikai ízléséről, ezért a bíráknak is nagyon szigorúan, keményen tartaniuk kell magukat ahhoz, hogy egy bíró mit tehet, mit nem. A kérdésre válaszolva az természetesen elfogadható, hogyha egy-egy alkotmányos közjogi intézmény képviseletre jogosult vezetőjével beszélget egy képviselet vezetője, általában nem raportra szokták hívni a követségre, hanem ellátogatnak a kúriára, alkotmánybíróságra, és így tovább. Ezt sem tudjuk, hogy raport volt-e, vagy hogy jött létre. Bocsánat, nem meghívják, akkor próbálok visszafogottan fogalmazni, nem meghívják a követségre, hanem elmennek ahhoz a közjogi intézményhez. Ez a két bíró, ez két bíró. Történetesen tagjai a bírói tanácsnak, de nem ők a bírói tanácsnak a vezetői, nem a bírói tanács elnökével találkozott egy nagykövet. Fel nem tudom fogni, hogy egy vagy két vagy több bíró milyen nyavajáról tud beszélgetni egy nagykövettel. Jegyzem meg, annyiban az eset nem példátlan, hogy úgy mondjam, a zuhanyhíradóban, annak idején még a parlament folyosóin voltak hírek arról, hogy adott esetben különböző alkotmánybírák állítólag kávézgattak diplomatákkal. Ez is helytelen. Hát és azt is tudjuk, ez is most helytelen. Már fotó is megjelent róla, hogy amikor az Országos Bírósági Hivatal vezetője volt 2018-ban, Handó Tünde is ellátogatott az Amerikai Egyesült Államok nagykövetjéhez. Szerintem Handó Tünde se tette jól, ha ellátogatott. Ha az Handó Tünde, mint az Országos Bírósági Hivatal elnöke, ugyanígy Darák Péter vagy Varga Zsé András, mint a kúria elnöke, fogadja bármelyik országnak a nagykövetét, ebbe önmagában nem látok semmit. Nézzük azt meg, hogy mi itt a probléma azzal, hogy elmegy két bíró, aki magas hivatalt lát el. Nem ők vezetik, de tagjai a vezetőtestületnek. Ez egy nagyon fontos különbség. Tehát először is az alapértelmezés csúnya magyarsággal az az, bármelyik ország, itt most nem az USA-ról van szó, ha Svájcról, Angoláról, bármelyik Magyarországon rezidentúrával rendelkező országról van szó, alapvetően ezt a saját kormányát, a saját végrehajtó hatalmát képviseli Budapesten, alapvetően a magyar kormány irányába. Alapvetően a magyar kormánnyal van beszélő viszonyban, esetleg a magyar rendszerben még a köztársasági elnöknek némi protokolláris lapot osztanak. Az, hogy egyébként tájékozódik, akár NGO-knál, akár például hivatásrendek, kamaráknál, akár újságíróknál,
vagy például ellenzéki pártok politikusainál, parlamenti képviselőknél, ez teljesen rendben van. Vagy bíróknál? De bíróknál nem. Miért nem? Azért, mert hogyha valaki őszintén aggódik a jogállamiság iránt, akkor pontosan tudnia kellene azt, hogy nem hozok bírót ilyen helyzetbe, mint ahogyan az amerikai nagykövetség vezetője hozta ezt a két bírót. Mert egy bírónak, és itt, bocsánat, ezért vágtam közbe a kérdésénél, felvetésénél, ha ők az országos bírói tanács elnöki tisztségét töltenék be, hogy Handó Tünde a bírói hivatal elnöki tisztségét töltötte be, akkor szigorúan abban a tekintetben, hogy ez az alkotmányos intézmény milyen feladatot lát el, hogyan látja a feladatát el, és a többi, lehet tájékozódni. Fel nem tudom fogni azt, hogy két bíró, aki a véleményét a köztársaság címere alatt az ítéletben mondja el, miről tud akár egy nagykövettel beszélni, de mondok önnek egyet. Nem tudjuk, miről beszéltek. Lényegtelen. De el tudjuk képzelni, nem? Tehát nem akarok képzelni. Egy nagykövet megkérdezi a gyakorlatról őket, ők pedig elmondják azt a praxist adott esetben, ahogyan a bírói ítélkezés Magyarországon működik. Nem így működik. Ha egy nagykövet a bírói gyakorlatról akar tájékozódni, elmegy a kúria elnökéhez. De ott azt fogja hallani, ami a hivatalos kommunikékben állandóan olvasható. A magyarországi jogállamiság, az teljesen rendben van, ugye a brüsszeli vitáinkban részletesen meg lehetett ismerni a magyar kormány és vezetőinek, jogrend vezetőinek. De itt van az ebbe elhantolva, amire most rámutat. Ugye én nagykövetként nyilván mélyebb információkat akarnék megtudni. Na de, hogy van ez? Tehát én nagykövetként nem bízom abba, hogy a kúria elnöke, az igazságügyminiszter, vagy az országos bírósági hivatal elnöke, vagy a legfőbb ügyész nekem az igazat mondja, és azért beosztott bírátval találkozom azért, hogy megtudjam az igazságot. Nekem miért? Nagykövetként nem ez a célom? Nem, még egyszer. Tehát, hogyha én nagykövetként a jogállamiságot kérem számon és képviselem, én ezt akkor értem, azt kell feltételeznem, hogy egy bírónak nincs felém, tehát kifelé, tehát a bírói épületen kívül közölni valója arról, amit egyébként a kúria elnöke, a OBH elnöke, vagy a miniszter mond, mert egy bíró alapvetően elég nagy hatalom az, hogy valaki másoknak a vagyoni dolgaiba, másoknak a szabadságáról dönthet. Egy bírónak kifelé, legyen ez ellenzéki frakcióvezető, volt erre is példa 2003-4-ben, vagy amikor megyei bírósági elnököket raportoltatott Áder János frakcióvezető, vagy egy másik állam nagykövete felé, nekem nincsen közölni való. Pontosan ez. És ha van? Nincsen. De ha van, hát látjuk, az, van. Hogy mondjam, amikor én azt problematikusnak látom, hogy politikusok, teljesen mindegy, hogy kormánypárti vagy ellenzéki politikusok, bírák döntéseit, ráadásul személyeskedve támadják, mindenféle politikai felhangokat látnak egy bíró döntése mögé, és én azt gondolom, hogy ezek a politikusok, kormánypárti és ellenzéki egyaránt veszélyeztetik a bírói függetlenséget. A történetnek a másik oldala az, hogy olyan bírói magatartásra van szükség egy jogállamban, hogy egy bíró, aki egyébként nem egy közjogi szervezet élén áll, neki tisztába kell lennie azzal, hogy neki kifelé, a bíróság épületén kívül nem lehet véleménye. Törvényi előírás ez, vagy etikai? Ez egy etikai előírás, de a törvényi előírásokat is azt gondolom, hogy ideje volna átgondolni. Jó, de a törvény nem tiltja, hogy ők elmenjenek az Egyesült Államok nagykövetéhez. Törvény nem tiltja, kétségtelen. Ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy pontosan ezért ebben a helyzetben nem pusztán arról van szó, hogy az országos bírói tanácsnak is kicsit visszafogottabban kéne mondjuk közleményt kiadni egy ilyen botrány kellős közepén, és nem a propagandisztikus és egyéb jelzőket hanyagolni kéne. Másik oldalon viszont olyan kormánypárti orgánumok, Origó, Magyar Nemzet, ahol egy összehangolt támadás indul két bíróval szembe, pontosan tudjuk, hogy ezek a karmelita jóváhagyása nélkül nem íródnak meg így összehangoltan. És mire megjelennek, addigra Vargasi András közleménye is megjelenik. Én épp elégszer bíráltam ebbe a stúdióba is Vargasi András kuriai elnököt. Azt gondolom, hogy ez a nyilatkozata a kuriai elnöknek meglehetősen tátszerű és visszafogott volt. A probléma az, amit a kormánypárti média művelt az elmúlt napokban, bármennyire azt gondolom, hogy hibázott ez a két bíró, hogy bement egy nagykövetségre. Teljesen mindegy, mondom, hogy Amerikáról, Svájcról, Angoláról, Oroszországról vagy kiről van szó. De az, hogy a bírákat a kormánypárti sajtó
összehangolt támadásában lemondásra szólítson föl, ez is botrány. Ez ugyanolyan botrány, mint hogy nincs keresni valója egy egyszerű bírónak semmi. Ön gyakorló ügyvéd most. Így van. Picit rakjuk félre, hogy politikus volt. Egyébként is szereti ezt mostanában félre rakni. Ha önt megkérdezni valaki arról, hogy azok a közlemények, amiket rendre a magyar kormány, vagy az általa, a parlament által kinevezett Fideszhez közelének mondott személyek, lásd például Vargazsi András vagy Polt Péter, szoktak mondani kormányzattól függetlenül is brüsszeli kérdésekre. Azok helytállóak-e? Úgy van-e minden Magyarországon a gyakorlatban, ahogy azt a magyar kormány vagy az általuk kinevezett vezetők mondják, akkor ön mit mondaná? Én pont akkor, amikor Vargazsi Andrásról szavazott az országgyűlés 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, én eléggé terjedelmesen leírtam azt, hogy csak ami az elmúlt, hát konkrétan 2019-ben történt a bírói szervezeti és jogállási törvényekkel, ez milyen aggodalmakra ad okot. Aggasztónak tartom továbbá azt, hogy vannak olyan összeférhetetlenségi hiányok a bírósági szervezet rendszerben, ugye itt beszélgettünk nemrégiben, ugye pont Vargazsi elnök úr házastársának a kinevezéséről az ítélőtábla egyik tanácsa élére, vagy például vannak olyan anomáliák, mint hogy a mai napig nem tudni, hogy a fővárosi törvényszék elnökével kapcsolatban megindult OBH eljárás a sárlügy miatt. Az hol tart, holott pontosan a bíróságba vetett bizalom kívánná meg, hogy ez eljárás transzparens legyen. Vannak olyan részben jogalkotási részben magatartásbeli húzások, vagy éppen hiányok, amik aggodalomra adnak okot. Nem lehet az, hogy erre kíváncsi egy nagykövet? De egy nagykövet, ha valóban őszintén, megkérdőlezem az őszintességét, de hogyha őszintén a jogállamiságot félti Magyarországon, akkor hogyha nem bízik, joga van nem bízni abba, hogy a kúria elnöke, az OBH elnöke, vagy az igazságügyminiszternek igazat mond, akkor megkérdezi a ellenzéki pártok, parlamenti ellenzék szakpolitikusait, megkérdez NGO-kat, megkérdez újságírókat, sőt, volt idő, amikor jogszociológusok nagyon komoly kutatásokat folytattak. Csak a bírót ne kérdezzen? Csak egyszerű eljáró bírót ne kérdezzen. Ügyvédet kérdezhet? Vannak hivatásrendek, ott is azt gondolom, hogy engem ügyvédi minőségemben akár meg is kérdezhet, mert én nem vagyok független, mint ügyvéd. Ügyvédnek nem az a pozíciója, mint egy bírának, de valószínűleg ott is helyesebb, hogyha a hivatásrendnek a felelős vezetőit kérdezi. Csak azt szeretném elmondani, hogy itt nem pusztán külképviseleti probléma van, főleg nem Amerika probléma. 2003-4-et már felhoztam, amikor megyei bírósági vezetők, akik szintén nem jogosultak egyébként a bírói szervezetrendszer képviseletére, a régi rendszerbe, s ott ez a legfelsőbb bíróság elnöke volt, aki egyben az OIT elnöke volt annak idején. Akkor Áder János tájára. Áder János frakcióvezető úgymond raportoltatta őket, vagy csak meghívta őket, beszélgetett vele. És én emlékszem arra, hogy egy kormánytag, történetesen Gyurcsány Ferenc sportminiszter, egy igen éles cikkben a Népszabadságban ezt kifogásolta. És igaza volt. Mert egy beosztott bíró, akár csak egy megyei bíróság, egy mai nyelven törvényszék elnökének, nem csak nagykövettel, ellenzéki frakcióvezetővel sincs dolga. Én ellenzéki frakcióvezetőként találkoztam az OBH elnökével többször, annak idején Baka Andrással is találkoztam még, amikor ő a legfelsőbb bíróság elnöke volt, de soha föl nem merült az, hogy bíróval találkozzak. Értem a szempontokat. Köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm szépen. Siffer András volt a vendégünk.